Köszöntjük! Ön a baon.hu podcastját hallgatja. Köszöntöm a Baon Sport Podcast hallgatóit ezen a héten. Ismét a Kecskeméti T1 egyik labdarúgójával, méghozzá Szabó Alexszel fogunk beszélgetni, aki csapatával együtt egy hatalmas lehetőség és siker kapujában áll, hiszen amennyiben kedvezően alakulnak az eredmények, vagy amennyiben pontot szereznek Újpesten, úgy már biztosan ezüstérmes lesz az újonc Kecskemét az NB1-ben, amire egyébként nagyon hosszú ideje nem volt példa a magyar bajnokságban. Milyen ezt megélni? Hát így belegondolva nagyon nagy dolog így megélni is. Nagyon örülünk neki. Hála jó Istennek a kemény munka kifizetődött. A nyáron a felkészülés, a 30 fokokban a futások, úgyhogy nem volt egyszerű, de tényleg is sokkal szívesebben visszagondol rá az ember, hogy ilyen eredmény kapujába állunk. Ugye sem magasság, sem mélység nem rettent, ugye ez Kecskemétváros elmondott, és az öltözőtökben is kim van. És ugye azért vagytok hárman ex-kaposváriak, ugye Hadoró Valentin és Nagy Krisztiánnal, akik pályafutásuk során ezt szerintem nagyon sokszor megtapasztaltak már a korábban is. Itt egyelőre azért magasságokban van két éve a csapat, amióta te is itt vagy. Hogyan tekintesz vissza erre a utóbbi két évre? Hát amikor ide érkeztünk, én nagyon reménykedtem benne, hogy nem kieső csapathoz jövünk, hanem újra feljutunk. Nyilván ez most így viccesen elgondolkodva, szerettünk volna jó teljesítményt nyújtani itt Kecskeméten. Láttuk már a nyári felkészülésen, hogy jó csapat fog alakulni, komoly szakmai munka folyik, úgyhogy abszolút úgy láttuk, hogy pozitív az egész, és ugye alakult ugye az NB2-es szezon ahogy, úgyhogy annak nagyon örültünk, meg is mosolyogtuk, hogy ismét sikerült feljutni. NB1-be is ugyanúgy ezt tudom mondani, meg volt egy kemény nyári alapozás, nagyon jól éreztük magunkat, láttuk, hogy jól alakul a csapat, fiatalok, magyarok vagyunk, ennek nagyon örültünk, hogy magyarokkal vagyunk teli. És ott is jöttek az eredmények, és azt érezte az ember, hogy na, itt is, mert azért mégis az NB1, még nem tudtuk, tapasztalatlanak voltunk rengetegen, hogy mi lesz, hogy fog várni minket, de hála jó Istennek a szakmai stáb mindig is éreztette velünk, hogy ne legyünk kisítőek, nyugodtan menjünk bele, hogy ugyanolyan jó játékosok tudunk lenni, ugyanolyan jó csapat tud lenni a Kecskemét, és így is sikerült, és ahogy egyre jobban belementünk a ritmusába, az NB1 ritmusába, hála jó Isten, egyre felszabadultabban, egyre jobban tudtunk játszani, és jelenleg itt állunk, hogy tudunk arról beszélni, hogyha hétvégén pontokat szerzünk Újpesten, akkor második helyen tudjuk zárni a bajnokságot, ez fenomenális érzés. Szerdára elfogyott ugye az előzetesen meghirdetett összes vendégjegy, új szektort kellett nyitni Újpesten, és ugye az utolsó két hazai meccseteken is rengeteg szurkoló teltház biztatott titeket. Neked mennyi ilyen élményben volt eddig részed azért pályafutásod során, mert azért sokak vagytok újoncok az NB1-be, nem tudom, hogy milyen hasonló élményeitek vannak korábban, milyen ezt megszokni egyáltalán, vagy megízlelni. Hát őszintén szerintem megszokni nem lehet, rettentően jó érzés, hogy látjuk, hogy az egész város megmozdul, tényleg, hogy vonulnak a szurkolók, annyira jól néz ki ez az egész, és ez kicsit melengeti a szívét az embernek, hogy ezt így együtt elértük, és mindig a szurkolóinkra támaszkodhatunk, amikor volt ugye nemrégében kettő ugye rosszul elsült meccs, és abszolút biztattak minket, és ez nagyon, szerintem nagyon sokat számít a magyar futballban, hogy akkor is érzi az ember, hogy mellettük állnak a szurkolók, és hát nem nagyon volt ilyen a pályafutásomban, sőt nem volt ilyen a pályafutásomban, úgyhogy rettentő jó érzés. A pályafutásodra azért érjünk is rá egy kicsit, mert azért kacskaringós volt, azért is hoztam fel ezt a semmagasság, semmiség, nem vettem témát, mert ugye Kaposváron aztán ezt abszolút megízlelted, ugye mélyről indultatok, magasra jutottatok, mielőtt Kecskemétre igazoltál, ugye nagyon mélyre zuhantatok. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan is indult el Szabó Alex a labdarúgásban, meg egyáltalán hogyan jutott el a kaposvári évekhez és Kaposváron az NB1-be. Hát igen, kezdődött ott, hogy ugye U19-ben volt egy egész jó csapatunk, bajnokságot nyertünk, és akkoriban még Artner Tamás volt a felnőttnek az egyedül, de Waltner Robert segítője, és ők ketten úgy gondolták, hogy lehet esélyem a felnőttbe, és megkaptam a lehetőséget edzésen, jól teljesítettem, jött egy olyan lehetőség, hogy kezdőben neveztek, és akkor is jól ment a játék, és onnan egy kicsit így ilyen felszabadultan játszottam, és így sikerült bekerülnem abba az NB3-os csapatba, akkor már NB3 volt Kaposváron. Időközben Waltner Robi bá lett az edző, ő építgetett, mondta, hogy fejlődjek, figyeljek oda, kevesebb játék lehetőség lesz, de hogy bennem van, hogy építgette a jövőmet, és akkor hála jó Istennek utána ugye NB3-ba sikerült megnyernünk a bajnokságot, ugye mentünk felfelé,
és MB2-be kaptam a legtöbb lehetőséget, és én úgy érzem, hogy többé-kevésbé tudtam vele élni, ugye akkor még fiatal szabályos voltam, belső védőként, nem mindenki vállalja azért azt be, és akkor ott megkaptam a lehetőséget, amit ezúton is köszönök, a bizalmat, meg tudtam mutatni magam, és akkor utána, ugye hát ugye ott is volt nagy öröm, feljutottunk MB1-be, ott igen, ott nekem egy kicsit nehezebb volt, jöttek az idősebb, rutinosabb játékosok, kevesebb lehetőséget kaptam, volt egy kicsit mélyebb pont így az egészbe, de próbáltam csinálni, minden edzésen megtettem, ami szerintem rám jellemző, hogy tényleg minden edzésen oda teszem magam, és mindig reménykedek, minden héten reménykedtem, és ott is a végén úgy volt, hogy jött egy sérülés hullám az NB1-es szezon vége felé, és akkor ott tudtam játszani 12 mérkőzést. Sosem felejtem, Újpest ellen oda jött hozzám Robi bár reggel, és akkor mondta, hogy kezdő leszek az Újpest ellen, ez két nappal a meccs előtt volt, nagyon megörültem, és azon a mérkőzésen jól játszottam, és ott bent is maradtam a végéig. Sajnos kiestünk, elég negatív volt ez a klub életében, meg nem úgy jöttek az eredmények, és akkor MB2-re ugye jött, ugye sem magasság, sem mélység, jött a mélység, ugye MB2-be se úgy jöttek ki a lépések, és akkor belementünk egy negatív sorozatba, amiben nagyon nehéz kijönni, ezt tapasztalatból mondom, hogy nagyon-nagyon nagy mentális erő kell, és sajnos nem sikerült kijönnünk, és kiestünk, és akkor ott azért ott elgondolkoztam nyáron, hogy nagyon jó lenne egy MB2-es klub megkeresése, nagyon-nagyon szorítottam érte, nagyon vártam, reménykedtem benne, mert még úgy voltam vele, hogy fiatal vagyok, talán valakinek megtetszettem, és akkor ugye jött a Nánási Balázs által és Pista Váék által, ugye a sportigazgató Ákos megkerestek Kecskemétről, aminek nagyon örültem. És nagyon effektíve örültem. Korán meg is lett a csapatod, én úgy emlékszem, hogy az első közt írtál alá abba a csapatba. Igen. Együtt jöttünk, még sosem felejtem el a Belényesi Csabival, meg a Nánási Balázsral, és akkor jöttünk le, mutattál be a klubot, és én nagyon örültem, mert nagyon sok, ugye hát nyilván az ember érdeklődik. Én is érdeklődtem, és akkor a Balázs is megnyugtatott, hogy itt normális körülmények lesznek, minden adott lesz, hogy a futballra figyeljünk. Pista Bá is felhívott, hogy ő szeretné, hogyha ide jönnék, látott már játszani, és azt mondja, hogy van bennem fejlődési potenciál, úgyhogy én ennek nagyon megörültem, és ugye most itt Kecskeméten ugye elindult ez a szezon, hogy megkaptam a bizalmat, amit ezúton is nagyon szépen köszönök a szakmai stábnak és Szabó István Kerekes Barnának, és nekem az nagyon sokat jelentett, mert én azt mondom, hogy egy lelkisebb srác vagyok, és folyamatosan éreztették velem, hogy bizalmat fordítanak rám, pedig az elején lehet, hogy nem úgy ment, lehet, hogy benne volt a hiba, meg mindig benne van a hiba, és tényleg mindig azt mondták, hogy ők jó játékosnak tartanak, hogy csináljam, amit tudok, edzek keményen, és tényleg megkaptam tőlük a bizalmat, azóta meg hála jó Istennek stabil kezdővé tudtam válni, az NB1-be is meg tudtam vetni egy kicsit a lábam, és ezt is nekik köszönhetem, úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönöm. Az az érdekes helyzet állt ugye elő nyáron, hogy ugye az első fordulóban, jól emlékszem, 9 játékos debütált az NB1-ben. Mégis te azok közé tartoztál itt ebbe a keretbe, akik már a rutinosabbak közt vannak, azzal a 12 meccsel, amit említettél. Ez mennyire volt fura számodra egyébként az induláskor? Hát fura, nem a fura jelzőt használom, hanem inkább érdekes volt, hogy tényleg NB1-be elindulunk, és azzal a 12 meccsemmel akkor még azt mondhattam, hogy nekem az egyik legtöbb volt a kezdőben, és az se volt sok. Úgyhogy érdekes volt, de egyáltalán nem úgy gondoltam rá, hogy na most akkor én nekem akkor most nagyobb vállam lehetne, hanem tényleg mindenki. Csak szorítottunk azért, hogy jó eredményt érjünk el az első meccsen, mindig nagyon fontos az első mérkőzés. Ugye mindig azért kötelességem megkérdezni ilyenkor minden játékost, akivel örülök beszélgetni, mert ugye az egész országunk mindig mindenki erre kíváncsi, hogy mi a Kecskemétnek a titka, ha van egyáltalán titka. De miben fognád meg ezt a témát? Hát szerintem ezt már lehet, hogy... De nem köszönj, mert tényleg ez, hogy nincs kifejezett titok, hanem az van, hogy tényleg magyarok vagyunk, szeretjük egymást, van egy nagyon komoly szakmai munkánk, amit ugye a szakmai stáb összerak, mindenki szeretne beleállni a melóba, mindenki dolgozik, mindenki tudja, hogy ki fog fizetni ez a munka, és ez mellé ugye párosod az eredmény, és rengeteg jó kapcsolatot ki tudunk alakítani, és jó a csapatközösség, ez is nagyon fontos, úgyhogy én nem mondanám, hogy titok, hanem a jó csapatközösség és a sok munka.
Milyen gyakran vannak egyébként olyan alkalmak, amikor még benn maradtok az öltözőbe, és valaki hoz palacsintát, süteményt, egyebet, mert azért azt hallani, hogy ez is elég gyakori. Igen, igen, heti szinten, akár egyszer-kétszer. Volt már olyan, hogy a mester szólt, hogy na jó, most már elég lesz a süteményben, mert sok lesz, úgyhogy engedékeny ilyen szempontból, de azért ne essünk át a túloldalára, úgyhogy ez heti szinten, és akkor jó ízűen leülünk, beszélgetünk egymással, sosincs olyan, hogy valaki siet. Úgyhogy nagyon sok időt együtt töltünk pályán kívül is, meg pályán nyilván az edzések. Neked kiktől jönnek általában kedvenc sütemények vagy palacsinták? Van kedvenc bejáratott beszállító úgymond az öltözőbe? Hát Szalai Gábornak a mamája nagyon finomokat csinál, és a masszőrünknek, Barakó Gerinek is a mamája isteni finom sütiket csinál, úgyhogy a mama sütiket nem nagyon lehet utánozni, és újabban van Pista Bának egy barátja, én nem tudom nézszerűen pontosan, de onnan is elég finom palacsinták jönnek a csapathoz be. Ugye nyilván az látszik, hogy jó hangulatban készültök, meg nagyon együtt van ez a csapat. Nyilván két meccs van hátra a szezonból, ugye a képet egyszerű, ha a Debrecen és a Paks nem nyer hétvégén, akkor már biztosan másodikak vagytok, függetlenül a vasárnapi Újpest elleni meccstől, de ha ott pontot szereztek, akkor szintén. Hogyan készültök erre a hétvégi mérkőzésre? Ugyanúgy készülünk, ugyanúgy videózunk az ellenfélből, van egy alkalmazott taktikán, maximálisan azt látom a csapatom, hogy nagyon tűzbe ég a szemünk, mindenkinek szeretne pontokat szerezni Újpesten. Nyilván előttünk lejátsza a két rivális a mérkőzését, mindenki figyelemmel fogja kísérni ezeket a mérkőzéseket, de nem abban reménykedünk, hogy akkor na, ők akkor behullajtson a pontokat, és akkor mi már megvagyunk, mi mindenképp azért pontokkal szeretnénk távozni Újpestről. Ugye nyilván, ahogy mondtam is, ugye két meccs maradt hátra a szezonból, maradt még egy hazai. Nagyon-nagyon közel van, ugye nyilván a dobogóval együtt a nemzetközi kupás szereplés, ami Kecskemé történetében egyszer ugye még a 2011-es kupa után valósult meg. Biztos vagyok benne, hogy nem viszi el a fókusz területek egyelőre még ez, de mekkora motiváló erővel bír nektek, játékosoknak, egy olyan csapatnak, ahol a legtöbben ebbe az idénybe mutatkoztak be egyáltalán az NB1-ben, hogy bemutatkoztassanak a nemzetközi kupában is. Igen, el se tudta képzelni az ember ezt egy évvel ezelőtt, de itt állunk most már a kapuja előtt, úgyhogy igen, ez is egy nagyon-nagyon plusz motiváció, hogy ezt most meg kell ragadnunk. Ki tudja az embernek az életében mikor jön még el ilyen, úgyhogy mindig élni kell a mának, úgyhogy ezt meg kell ragadni, és hatalmas motiváció természetesen. A csapat szerepléséről már ugye beszéltünk, nyilván azt is mondhatod, hogy neked nagyon sokat számít a bizalom, de az látszik, hogy azért a gólok is megjöttek például a jó munka mellé, többször szerepeltél ugye a forduló válogatottjába itt a szezon végén, te a magad szezonjával, magaddal kapcsolatban mennyire vagy kritikus, vagy mennyire vagy elégedett? Hát elégedettnek azért nem mondanám, mert mindig lehet jobban játszani, mindig lehet többet tenni. Örülök, hogy sikerült gólt szereznem, de a legfontosabb, hogy stabillá tegyem a játékomat, ami az első fél évben szerintem kevésbé volt meg, mint a másodikban. Úgyhogy ott egy kis fejlődést érzek magamon, de van még bőve hova fejlődni, és még jobb lenni, mert mindenki nyilván jobb akar lenni, úgyhogy nem mondom azt, hogy extra szezon volt, mert nyilván az eredmények meg minden a nagyon jó, meg extra, de mindig több akar lenni az ember, úgyhogy szeretnék még-még fejlődni. Zárásként az lenne a kérdésem, hogy az előtte két meccs előtt, ugye nyilván az újpesti, meg az utolsó hazai mérkőzés előtt, mit üzennél a szurkolóknak? Hát, hogy folytassák ugyanezt, mert hogy ez tényleg nagyon jó megélni, amit most csinálnak, hogy megmozdulnak együtt, és egy cél felé húzunk, és köszönjük, és kérjük őket, hogy a nehéz pillanatokban, ha lesznek nehéz pillanatok, hogy álljanak mellettünk, és segítsenek, mert sokat számít oldalról, hogyha halljuk őket, és segítenek nekünk. Én ezt kívánom, meg sok sikert, és köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.